Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Azt hiszem, hogy illik onnan kezdenem, hogy tavaly novemberben Bíboros úr felkért arra, hogy a 2024. május 4-én tartott mincenti, országos mincenti engesztelő zarándoklaton prédikáljak. És egy ilyenfajta felkérés vagy meghívás egy nagyon megtisztelő és ugyanakkor kihívást is jelentő felkérés, meghívás. Mindszent József hercegprímás bíboros élete úgy gondolom egy rendkívüli kihívás a mai ember és a mai papság számára is. És egy ilyenfajta kihívással, egy ilyenfajta egyéniséggel szembenézni, vagy tágabb értelemben a nyomába szegődni, nyilvánvaló tágabb értelemben, keresni azt, hogy milyen módon tudjuk követni az ő lépteit, vagy mit jelent ma az ő történetét megismerni, ővele szembesülni, ez hatékony és fontos kihívás minden mai pap és püspök számára is. Ennek az igyekezetnek volt részemről ennek a bizonyos felkészülésnek, amit most majd egy kicsit másképp önök elé szeretnék tárni, hogy valóban januárban, hát belátogattam ide Mindszentinomba is. Mert kerestem azt a személyes bejáratot, ahol a hercegprímás úrnak, bíboros úrnak az életéhez, a személyiségéhez megtalálhatom a saját utamat. Abban a bizalomban szólok önökhöz, hogy nem kell történésznek mutatnom magamat, nem is vagyok az. Abban a bizalomban szólok önökhöz, hogy önök alig, hanem így sokkal többet tudnak az ő életének eseményeiről, talán különösen az zalaegerszegi éveiről, évtizedeiről, mint én. Ez a bizalom azt is jelenti, hogy nekem nem kell elmondani dolgokat, és azt is jelenti, hogy megbocsátják nekem, ha valamit nem jól mondok, vagy nem jól tudok. Szeretném hangsúlyozni, hogy bár nagyon is érzem a személyéből és történetéből áramló, kiáradó kihívást, erre csak bizonyos mértékig tudok igazán felelni. És ahogy mondtam, bizonyos értelemben azt a fajta ösvényt szeretném megmutatni, amelyet a magam részéről képes voltam bejárni a történetével, személyével. Azt a címet adtam ennek a mai előadásnak, hogy Mindszenty József bíboros nyomában az igazság keresésétől az együttérzés művészetéig. Amikor bíboros úrnak a személyre és történetére tekintünk, akkor kétségtelenül fölmerül az igazság témája. Szánszándékkal témát említek, és nem kérdést. Vannak az igazságnak kérdései is, vele kapcsolatban is. És ugyanakkor ezeknél erősebb az, hogy ő letette a voksát, sok esetben kimondott kényelmetlen igazságokat. És a személyvel kapcsolatos történeti igazság nagy része is mára jó feltárt tény. Az igazságot az ember keresi, és minél inkább van valaki, aki az igazságot fantasztikus erővel képviseli, annál inkább meghívást és kihívást kapunk arra, hogy mi is igyekezzünk egy ilyen úton járni. Ez egyáltalán nem lényegtelen, és egyáltalán nem másodlagos. És mégis tény, hogy az igazság önmagában, ha a személyektől, helyzetektől és történetektől elvonatkoztatva figyeljük meg, akkor megtéveszthet bennünket furcsa mód. A mai ember különösen is személyes igazságot keres. A mai ember különösen is olyan igazságot keres, amelyre a saját életét ráépítheti. Bíboros úrnak a prédikációban teljesen világos és abszolút alapvető a keresztény igazság, Jézus Krisztus igazsága, amely egy személyes igazság, egy személyes megváltó, egy személyes, szentháromságos Isten fiának az értünk adott életáldozata és az ebből következő hittani igazság. Hogy ehhez a hívő és egyébként a nem hívő ember hogyan tud közelíteni, gyakran új kérdés lehet. Amikor egy
embernek az egyéniségét figyeljük, akkor ugyanakkor ezt az ő igazságát úgy gondolom csak együttérzően érdemes megközelítenünk. Az igazság arra hív, hogy megvalljuk, hogy kimondjuk, és ugyanakkor arra is, hogy megszeressük. Valakinek az igazságát, valakinek a lényét akkor látjuk a legteljesebben, hogyha meg is szeretjük. Néha az a benyomásom, hogy a nagy szentekkel kapcsolatban korábban mindig az igazságot hangsúlyoztuk, és nem hagytuk, hogy megszeressük. Ma meg egyébként kiválóak vagyunk az együttérzésben, és közben már elfelejtjük az igazságot. Vincenti Bíboros úrral úgy kapcsolatban úgy gondolom, hogy az igazságot sokszorosan megpróbáltuk megfogalmazni, és lehet, hogy itt van az ideje annak, hogy megpróbáljunk vele együtt is érezni. És talán ezért egyfelől kérem az önök megértését, és abban a bizalomban szólalok meg, hogy nem gondolják, hogy letagadom az igazságot. Másfelől meg remélem, hogy elfogadják ezt az én sajátos kísérletemet arra, hogy az együttérzéshez is oda találjak. És így szeressem meg ennek az embernek, ennek a főpapnak, ennek a vértanú sorsú főpapnak az igazságát. Még mindig a bevezetőnél maradva, egy olyan korban élünk, amelyikben egyre inkább megszoktuk, vagy kénytelnek vagyunk megszokni, hogy már nincs egy olyan mondat, nincs egy olyan igazság, amelyet egyszerűen leteszünk, és mindenki úgy hagyja. Ma olyan világban élünk, amelyikben az igazság vélemények sokassága mögé rejtőzik. Vagy legalábbis vélemények sokassága burkolja be. Vélemények sokassága, mint ősszel az avar, a lehulló falevél ráhullik. A múltunkkal is így vagyunk. Szinte félelmetes, hogy néhány évtizedre visszamenően akár, vagy több száz évre visszamenően is, új meg új vélemények és interpretációk látnak napvilágot. Félelmetes, de azt kell mondanom, hogy ez hozzá kell szoknunk. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az igazság. Meg kell találnunk, hogy mely tényeket tudjuk elfogadni igaznak. Észre kell vennünk, hogy mely tények azok, amelyeknek igazán jelentősége van. De nem tudjuk elutasítani, és nem tudjuk megszüntetni azt a vélemény áradatot, azt az időnként mutatkozó vélemény dömpinget, ami egyébként mindennel és mindenkivel kapcsolatban elérhető a mai világban. Vincenti Bíboros úr olyan valaki volt, akinek nagyon jellegzetes és nagyon világos véleménye volt sok mindenről. És úgy tűnik, hogy éppen ezzel a mai napig könnyen tüskévé válik sokak szemében, akik nem is tudják elfogadni azt, hogy van több, mint vélemények sokasága. Az igazságnak pedig ezzel együtt súlya van. Az igazságot talán csak az idők végén látjuk majd a maga teljességében. És alig, hanem meg fogunk lepődni azon, hogy ez az igazság mennyire szerethető. És ugye hitünk szerint Isten, aki a világot ilyennek, amilyen, vagy legalábbis eredetileg ilyennek, amilyen megteremtette, milyen nagy részvétel, milyen nagy együttérzéssel tekint erre a világra. És hogyan mutatja meg a sokféle állítás mögött, vagy alatt az egyetlen végső igazságot. Akkor azt mondom önöknek, hogy megpróbáltam megkeresni a magam kis bejáratát Vincenti Bíboros úrhoz, az ő életéhez, az ő igazságához, akkor tulajdonképpen egy zarándoklatra is gondolok. Ez egyrészt azért van így, mert ahogyan hallották, ahogyan én is mondtam, május 4-én erre bizonyos országos engesztelő zarándoklatra mentem el én magam is. És másrészt úgy gondolom, azért is így van, mert
tulajdonképpen nyomába akartam eredni, vagy igyekeztem eredni, ahogyan éppen lehetőségem volt rá Vincenti József bíboros úrnak. Az ember néha akkor kezd zarándok útba, amikor úgy látja, hogy nincs megoldás azon a helyen, ahol ő él. A kiránduló ember elmegy, és tudja, hogy vissza kell térni majd haza, de egy kis friss levegőre vágyik. A zarándokok nem ritkán olyan emberek voltak, akik azt érezték, hogy az az élethelyzet, amiben ők vannak, egyszerűen nem kínál igazi megoldásokat. Nincs más lehetőségem ilyenkor, mint egy zarándok útra megyek. Nagyon gyakran látjuk az egyház történetben, hogy vannak olyan emberek, akik egy emberileg megoldhatatlan helyzetből kiutat keresve zarándok útra indulnak. És amikor paradox módon akár az igazság körülötti vitákból nem látszik a kiút, vagy amikor az ember úgy érzi, hogy igazi érdeksérelmek nélkül, amelyeket ő maga nem akar újabb erőszakkal és újabb bajokkal tetézni, nem tud jobb megoldást találni, akkor elindul zarándokolni. Akkor tulajdonképpen azt kéri, hogy a magasságbeli, a fenséges Isten, egy egészen más lehetőségekkel bíró valaki avatkozzon közbe. És közben mégis megvallja, mert aki zarándok, az ilyen, hogy hittel indul el, hogy van hova menni, van miért elindulni. Tehát ahol vagyok, nem látok új megoldást. De elindulok, útra kelek, talán találok valamit. Igen, januárban az első zarándok célom az a Mincentineum volt. Hallottam, hogy egy ilyen gyönyörű nagy épület épült itt Zalaegerszegen. És kíváncsi voltam, hogy mit találok itt. Bevallom, hogy egy barátság is ide vezetett, egy pap barátomat látogattam meg, és vele együtt, hát Mátyás királynak is voltak időnként társai az áruhás utazásaiban. Vele együtt jöttünk be, és néztük meg a kiállítást. Aztán február végén egyébként egy másik pap barátommal elmentünk a Konti utcába Budapesten, a pesti oldalon, abba a volt katonai börtönbe, amelyikben Vincenti bíboros úr körülbelül 5 esztendőn keresztül raboskodott, mint tudják, egészen addig, amíg tulajdonképpen az egészsége olyannyira meg nem romlott, hogy már kénytelenek voltak a fogvatartó, és attól tartva, hogy meg fog halni ott a börtönben, egy szigorú titoktartás mellett természetesen, de egy kastélyba, az Almási kastélyba átvinni Budapesttől körülbelül 50 kilométerre északra. A harmadik zarándok utam az oda vezetett ez a kastélyhoz. Ott sem voltam egyedül. A rétsági plébánia, amelynek a közelében ez a... És kicsit bizonytalan vagyok, hogy felsőpetény vagy alsópetény. Felsőpetény. Felsőpetényi kastély magasodik. Minden esztendőben a rétsági plébánia szervez egy mincenti emléktúrát. Ez mondjuk úgy, hogy egy kicsit félúton van az egyházi és a világias lehetőség között. Ha valaki bejelentkezik a 10, a 20 vagy a 30 kilométeres táv teljesítésére, akkor nem kérdezik meg tőle, hogy most tulajdonképpen miért akar ezzel részt venni. Lehet, hogy ő egy teljesítménytúrát lát az a sok másik között, ami a Magyarországon elérhető, de be lehet jelentkezni, és lehet azon az úton menni, amelyeken Vincenti bíboros urat egyszer oda, aztán 56. október végén visszafelé is vitték. És ezt is sikerült teljesítenünk, hát mi a középsőt választottuk, in medio virtus, a latin, ugye az erény középen van, úgyhogy mi ezt a 20 kilométeres távot igyekeztük teljesíteni, és úgy meg is tettük. Az ilyenfajta zarándoklat, amikor az ember az életében teret enged valaminek, talán hasonlít egy olyan lelki gyakorlathoz, amelyet nem egy-két napig végzünk, hanem a mindennapokban. Amikor nem azt tesszük,
ami szintén lehetséges, hogy néhány órát vagy néhány napot egészen ennek a célnak szentelünk, hanem hónapokon keresztül hagyjuk, hogy egy gondolat, egy kérés valamilyen módon foglalkoztasson bennünket. Fiatalok mondjuk hónapokig imádkoznak azért, hogy megtalálják az igazit, vagy máskor azért, hogy megtalálják a hivatásukat, vagy egy nehezebb döntés előtt az ember sokat imádkozik és gondolkozik a lehetőségekkel. Nekem ez a januártól márciusig, majd májusig tartó időszak tulajdonképpen ilyenfajta lehetőség volt, hogy a bíboros úr személyével és életével szembesüljek. Persze sok minden más feladat és lehetőség közepette. Képletesen azt mondtam már május 4-én is, hogy valami azért rám ragadt. Önök közül talán vannak, akik emlékeznek Konko István szombathelyi püspökre, aki mikor sokfajta emberrel találkozott, és néha mondjuk így kötelezően is ott voltak a gyerekek azokon a különböző alkalmakon, akkor azt mondta, valami azért ragad rájuk. Hát rám is ragadt valami. Először is a felső petényi sár. Március 20-án volt az a bizonyos 20 kilométeres túra, egész délelőtt esett az eső. Vittünk magunkkal azért esőkabátot, vittünk magunkkal bakancsot. Egy darabig májusban még jó szívvel mondhattam, hogy az a sár még ott szárad a bakancsomon. Az egyik püspök atya mondta, hogy na jó, nem szidunk meg miatta. Ott maradt az a bizonyos sár a bakancsomon. És engem ez a sár arra emlékeztet, hogy milyen könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy sárdobálással töltsük az időnket. És milyen könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy Mindszenté bíboros úrral kapcsolatban is mindenféle negatívumra gondoljunk először, amit a kortársai vagy az utókor ráaggatott és rádobált. Mocskolódunk. Papok egymás között elkezdünk beszélgetni valakiről, hogy milyen rendes pap, de azért a szomszédot, jó ismerőst, a templomból ismert barátot, barátnőt megmondjuk, hogy tulajdonképpen rendes ember, csak hát. Milyen furcsa ez a sár. Milyen jól esik időnként besározni egymást, akkor is, amikor valaki arra a másik abszolút nem szolgált rá. Amikor Mindszenty József hercegprímásra gondolok, az egész vele kapcsolatos vád, ami már annak idején bíborosként éri, teljesen egyértelmű, hogy nem a személyének szól, hanem a hivatalának. Teljesen egyértelmű, hogy az a sajátosan kiemelt szerep, amely történetileg ráhárul, a kommunizmussal, az egyházüldöző diktatúrával szemben állni, őt, mint szereplőt, mint egy hivatal viselőjét kötelezi. Ő ennek maximálisan tudatában volt, és mint tudják, az élete végéig a legkomolyabban ragaszkodott ehhez. A bíborosi címet, a bíborosi méltóságot haláláig viseli, az esztergomi érseki székből való eltávolítása kényszer lépés volt a Vatikán részéről, amelyet ő először megkérdőjelezett, de aztán engedelmesen elfogadott. A történelmi szerep viselője az, aki ma tulajdonképpen a boldoggá avatás előtt áll, és ugyanakkor egy emberi személy. Ez a kettő nem azonos, de összetartozik. Azok, akik akár a mai napig az üldöztetésének, az elítélésének az okát tulajdonképpen a személyében keresik, úgy gondolom, hogy csúnyán megvalósítják azt a vétséget, amelyet ma már egészen más összefüggésben úgy szoktak mondani, hogy áldozathibáztatás. Hogy tulajdonképpen rászolgált arra, ami éri. A személyével és fellépésével kapcsolatban lehetetlen nem meggondolni, hogy egy kemény ellenszélben, ennél sokkal erősebb szót kellene mondanom, de egy olyan helyzetben védte az egyház érdekeit,
amely számos oldalról a lehető legtudatosabban és a lehető legkegyetlenebbül fel akarta számolni az egyház létét. Az, ami vele történt, a hivatalának szól elsősorban, és másodszorban a személyes megsemmisítésére is tör. Az a bizonyos sár, ami ott a bakacsomra ráragadt, arra emlékeztet engem, hogy bizonyos helyzetekben nem tudjuk megúszni. Nem tudjuk megúszni, hogy kemény szavakat ne használjunk. Nem tudunk anélkül meglenni, hogy dühben ne kuruljunk azzal a rosszal szemben, amellyel szembe kell fordulnunk. A maga módján nagyon nagy belső szilárdság és nagyon nagy belső keménységről kellett, hogy számot adjon a kornak több immár boldogávatott alakja, Boldog Apor Vilmos, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Sándor István, Boldog Meszlényi Zoltán, Boldog Brenner János, és nem sokára Boldog Ávatandó Bódi Mária Magdolna. Milyen furcsa, hogy mindegyikük életében van valami megdöbbentő, valami a hétköznapi állásfoglalást abszolút megkérdőjelező. Olyasmi, amit távoli időkből lehet, hogy nem is tartunk egészen egyértelműnek. Talán lehetett volna másként is. És mégis mindegyikük életében van egy olyan pont, ahol ők csak így látták megvalósíthatónak az emberség és a hit melletti teljes elköteleződést és a teljes odaadást. Milyen megdöbbentő, hogy az élet és szeretet Istene melletti kiállás, az élet és szeretet Istenét szolgáló egyház érdekeinek védelme a legdühöttebb ellenségekből csak mocskolódást és gyalázatot tudott kiváltani. Amióta hát Mindszenty Bíboros úr élt, működött, és aztán meghalt most már majdnem 50 esztendővel ezelőtt, a közélet és a közviszonyok alaposan átalakultak, de azért az élet nem lett sokkal szelídebb. Sőt, bizonyos értelemben ma újra olyan végletekbe tudunk esni, mint annak idején. Tehát nagyon, nagyon fontosnak és szépnek találom, hogy sok szempontból a társadalom is megfogalmazott olyan irányelveket, amik az egyes ember jogainak védelmét, az egyes ember személyiségét óvják. De közben másfelől valójában nagyon sűrűn történnek karaktergyilkosságok. Valójában a közéletben ma is rendkívüli módon, azt hiszem, igyekszik azon mindenki, hogy tulajdonképpen megvédje magát. Olyannyira, hogy olykor már a tényleges kezdeményezéseknek is eleve hiányával vagyunk. Mert inkább fél az ember attól, hogy nehogy valami olyat mondja, ami politikailag nem korrekt. Az első kérdés tehát ebből a sajátos zarándoklatból, ezzel az alsó petényi sárral és ezzel a 20 kilométeres kirándulásra együtt, aminek nagyon jó hangulata volt, és nagyon szép emléke maradt a számomra, hogy igazából mit tudunk egy olyan korral kezdeni, amely tele van erőszakkal. Hogyan vagyunk az erőszakkal, amely körülöttünk van? Mit tudunk egy ideológiáktól és megmondó emberektől harsány korban a magunk részéről egy vállalható életstílusért tenni. Az én kis magánzarándoklatom második lépése, már említettem, a Konti utcai börtön volt. Ma is egy rendőrségi épület, igaz, hogy ma egy más típusú, már nem börtönépület. Akik jártak ott, talán tudják, hogy jelenleg rendőrségi bizonyítékokat őriznek az egykori zárka szobákban.
zárkákban. Tehát egy BMS épület, amelyikbe, hogyha bemegyünk, akkor fokozatosan elég tárul egy akkori börtönnek a lehetséges erőszak repertoárja. A félig föld alatti cellák, ahol nem nagyon volt levegő, meg nagyon vizesek voltak a szobák, ahol talán fogoly kínzásokra is sor került. A föntebbi szobák közül némelyik, amelyik a halálsor volt, ahol alig hanem kivégzetteket is gyakran tartottak, ahol alig hanem Placid atyának a híres története is megtörtént, hogy ő ott felmos a folyosón, és közben feloldozza azokat, akik a cellákban a halálukra készülnek. Vagy éppen egyes leírásokból lehet tudni, hogy volt olyan rész is az épületben, ahol a tetőtér tulajdonképpen nem volt tetőtér, a szabad ég alatt tartottak foglyokat. Ami azt jelentette, hogy éjszaka kegyetlenül fáztak, nappal meg abszolút sütötte őket a nap. Ebben a börtönben, az egyik cellában, amit nagyjából lehet azonosítani, ott volt Vincenti Bíboros úrnak a cellája, ahol, hát így emlékszem, hogy ugye, 5 évet töltött el. Amikor ezekre a fajta szenvedésekre gondolunk, akkor nyilván megint csak többféleképpen lehet hozzáállni a tényekhez. Azt hiszem, hogy ma megint csak vannak olyan, akik azt mondják, hogy hát ez 5 esztendő volt, de hát Bíboros úr 80 évig élt. Nem kegyetlenség így beszélni? Nem végtelenül méltánytalan így beszélni valakinek a felnőtt idejéről? Amikor Vincenti József nevét megemlítettem, még a 90-es években, nem is annyira én magam szoktam ezt előhozni, én akkoriban 6 éven keresztül külföldön tanultam, többnyire német, később svájci, osztrák ismerősök, társak voltak azok, akik mindig az ő nevét említették először. Az alakja a hivatala miatt ikonná változott. Az ő személyével valóban összekötötték a magyarság szabadság harcát, amelyet az elnyomó szovjet hatalommal szemben is vívott. Az 56-os forradalomnak és szabadságharcnak az élménye is nyilván mélyen meghatározza a mai napig azokat a kérdéseket, amelyek minket, magyarokat foglalkoztatnak. De ezen túl, a letiport szabadságharc kérdésén túl, mégiscsak ott van egy csomó olyan személyes történet, amiről a véleményem szerint a mai napig nem beszéltünk eleget. Amikor Vincenti József személye és története mellett valaki ki akar állni, amikor azt a kérdést föltesszük, hogy hogyan érint bennünket az a fajta mocskolódás, ami vele kapcsolatban akkor vagy később megvalósult, akkor igazából előjön az a sok kicsi személyes sebzettség, amelyeket mi magyarok, mint a nehezen tennénk helyükre. Az a két példa, amit most szeretnék említeni, csak részben magyar. Az idei tavaszon ugyanis ennek a személyes kis zarándokutamnak, vagy belső igyekezetemnek társává lett 2 könyv is. Az egyiket egy szociális testvérnek, tehát egy szerzetes nőnek a történetét, egy mostani szociális testvér adta a kezembe, Fenyvesi Judit, a Fény útja a sötétségben címmel adta ki az élet történetét. Ez a Judit testvér Romániában született, még valamikor, ha jól emlékszem, akkor a 20-as években, 1920 körül, és aztán egy zsidó családba. Ő középiskolás korában annyira megszereti a nővéreket, akik között az idejét tölti, hogy szeretne megkeresztelkedni, meg is keresztelkedik, és aztán belép a szociális testvérek társaságába. A háború után, ugye Romániában vagyunk, Erdélyben, ő rádöbben arra, hogy az egész családját elvesztette. Mindenki
meghal a második világháború borzalmai, illetve hát a koncentrációs táborok borzalmai közepette. És ő pedig szociális testvérként beáll abba az igyekezetbe, amelyik a bukaresti nunciatúra számára leveleket hoz és visz. Ezért a tevékenységért 10 év börtönre ítélik. Egy 21-22 éves nőt 10 év börtönre ítélnek. Amikor szabadul, akkor alig van miből élnie. Képtelen munkát szerezni. Bedolgozni tud ide-oda, nyomorog. És egy idő után egyszer csak a Szociális Testvérek Társaságának az amerikai közössége tulajdonképpen külföldre menekíti őt, ahol van megdöbbentő megújulást él át, és ez a valaki, aki az 50-es évek végén szabadul, a 60-as évek közepén Amerikába kerül, a második vatikáni zsinatnak a szelével találkozva személyesen is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális Testvérek Társasága megújulhasson. A 20. század végén a szociális misszióba egészen új módon bekapcsolódhasson. Egy gyönyörű történet, egy megdöbbentő életút, amelyben ott van az a sötét tapasztalat 10 év kommunista börtönről. Én körülbelül 20 évet töltöttem most már papnevelő intézetekbe. Sőt, hogyha azt is hozzászámolom, amennyit én magam voltam kispap, akkor már lassan 30 lesz. És a kispapok, a papnövendékek, akikkel naponként együtt vagyok, ők időnként már nagyon sajnálnak engem, azt mondjuk, én örök kispap vagyok. De tényleg úgy belegondolok, hogy mit jelent valakinek 10 évet börtönbe lenni. 10 évet börtönbe lenni. Egy másik ilyen történet, amit idén tavasszal olvastam, egy Walter Cisek nevű jezsuitának az írása. Ő egy lengyel származású, Amerikában születő jezsuita, aki a 30-as években a rendjével egyetértésben Ukrajnába ment. Ő is Ukrajnában plébánoskodott, egész addig, amíg egyszer csak az orosz front oda nem érkezett. Bocsánat, rosszul mondtam, Lengyelországnak az Ukrajnával határos részén vagyunk, és odaér az orosz front, elfoglalja őket. Az az ötletük támad egy másik társával, hogy mivel toboroznak munkásokat ezen a immár oroszok által megszállt területen, akik elmennének a Szovjetunió belsőbb részébe dolgozni, hogy ők is jelentkeznek, hamis papírokat szereznek, tulajdonképpen úgymond leteszik a papi identitásukat, és megpróbálnak eljutni belső Oroszországba. És ez meg is történik, csak később derül ki, 1-2 év múlva jönnek rá, hogy igazából kezdettől fogva megfigyelték őket. A háborúnak körülbelül még nincsen vége, azt hiszem 44-ben le is tartóztatják őket, addig valahol már ott dolgoztak az Urál közelében, és ő körülbelül 15 esztendőt tölt szovjet börtönben. Mindenfajta élménye van. A börtön pontosabban ott akkor már egy ilyen kényszermunka, tábor, lázadást él meg, ahol a felembert lemészárolják, a másik fele túléli, ő a túlélők között van. Mire nagy nehezen lejár a büntetése, és akkor ott van hamis papírokkal valahol Szovjetunióban. És elkezd papkodni, elkezd plébánoskodni. A lakására jönnek az emberek, és ő misézik nekik. És aztán a történet úgy ér véget bizonyos értelemben, hogy a 60-as évek közepén, tehát 20 évvel vagyunk a második világháború után, végül is levelezés útján sikerül neki bizonyítani, hogy ő igazából amerikai családból származik, és a húgának a levelére
meg a saját kérvényére utalva egyszer csak abszolút váratlanul Moszkvába rendelik, kiviszik a reptérre, és fölteszik egy repülőre, azt mondván, hogy maga amerikai menjen haza. Azért említem ezt a két történetet, mert rengeteg olyan történet van a 20. századból, amelyik kevésbé ismert. Rengeteg olyan történet van, talán a mi családjainkból is, amelyikben ott van egy csomó szenvedés. És persze ott van egy csomó meghaladott szenvedés, legyőzött szenvedés, amelyekből az emberek fölálltak és azt mondták, hogy érdemes élni, érdemes másokért tenni, küzdeni. Amikor mi elmegyünk egy ilyen börtönlátogatásra, és oda megyünk, ahol Mindszenty József hercegprímás raboskodott, és arra gondolunk, hogy ő hogyan hallgatta, erről is van konkrét feljegyzés, hogyan hallgatta az akasztófa ácsolását, és sohasem tudhatta azt, hogy éppen most ki lesz a következő, és hogy őt nem jut-e valakinek eszébe egyszer csak eltenni láb alól, akkor igazából, mintha meghívást kapnánk arra is, hogy a 20. századnak ezeket a történeteit valahogy megpróbáljuk rendbe tenni, és meghallgatni egymást arról, hogy ki hogyan és mennyire élt át, és ki hogyan és mennyire sérült meg ezekben a helyzetekben. Megdöbbentő volt számomra tavaly találkozni azzal a Kambanda bíborossal, aki Ruandában a népirtás után része volt azoknak a bizottságoknak, amelyek meghallgatták egymást, azok, akik gyilkoltak, és azok, akik elvesztették mindenüket és mindenkiüket. És leültek, azt mondták, egy országban, ahol 1 millió embert gyilkoltak le néhány hónap alatt, ott nem lehet minden gyilkost börtönbe. Egyszerűen képtelenség. A baj ennél sokkal nagyobb. És úgy gondolom, hogy a 20. század után, most a 21. századnak lassan már a negyedénél, igazából nekünk sem elég az, hogy egyszerűen csak azt mondjuk, már pedig ez az igazság, és nekem igazam van. Hanem arra is szükségünk van, hogy tényleg meghallgassuk azt a sok-sok történetet, amelyikben szégyen és szenvedés váltakozik. Azt is hozzá szeretném ezt tenni, hogy a hívő embert gyakran, hát legalábbis engem, elér az a kérdés, hogy vajon az egész szívemmel tudok-e hinni, vagy csak a fejemmel, vagy igazából csak megfelel ez a helyzet, és azért maradok meg benne. Részben azért van szükségünk vértanukra, és részben azért jó beleérezni magunkat Mindszenty bíboros úrnak, vagy másoknak a helyzetébe, akik éveket töltöttek börtönökben, mert egy ilyen helyzetben nem marad meg más, mint az, ami az ember legmélyén van. A második világháború idején Auschwitzban nem csak zsidók és nem csak cigányok szenvedtek, hanem volt külön papi közösség is. És ezek a papok, akik a haláltábor túlélték Auschwitzban vagy máshogy, később arról beszélgettek, hogy hogyan alakított rajtuk egy olyan helyzet, amikor a külső formákat képtelenség volt betartani. De amikor a lényük legmélye volt az igazán meghatározó, az egyetlen, ami megmaradt. Mi emberek joggal építünk kultúrát, szükségünk van arra, hogy a meggyőződéseinket épületekbe, ruhákba, gesztusokba, ritusokba, szavakba, versekbe, művészetbe, iskolába, kapcsolati formákba, életállapotokba, az egész kultúránkba meghatározzuk és kimondjuk. És ugyanakkor mégis van valami, ami ezeket megelőzi. És ezek a emberségtől megfosztó környezetek, vagy legalábbis az emberség külső jeleitől szinte végletekig megfosztó környezetek, ezek mintha valóban arra
vezetnének, hogy a szívünk közepéből kérjük a megtérést. A szívünk közepéből akarjunk emberek lenni. A személyes zarándoklatomnak a legkellemesebb része természetesen a Mindszentíneumban tett látogatás volt. És tulajdonképpen a mai estén is remélem, hogy önöknek sem ez lesz a legkellemetlenebb, legalábbis. Az a kiállítás, amit itt néhány emelettel talán fölöttünk látunk, az építő, a szervező papra, a karitatív cselekvőre, a modern lelkipásztorra emlékeztet engem. Nem csak a feszültségekre, nem csak az egyébként nagyon hatásosan és szépen bemutatott ítéletre, amely őt érte, abban a helyzetben egyértelműen ártatlanul, hanem arra valakire, akiből, hogyha az életrajzát megnézzük, akkor szinte mindenütt azonnal tettek fakadtak. Megdöbbentő, hogy egy évig volt veszprémi püspök, és azonnal hozzáfogott plébániák alapításához, azonnal hozzáfogott egyébként Bódi Mária Magdolnának is a boldogavatásához, azonnal tette, amit éppen tenni kellett. Megdöbbentő, hogy nem egész, úgy emlékszem, 3 évig volt esztergom budapesti, mármint hogy esztergomi érsek, és abban a 3 évben, a háború utáni újjáépítésnek az éveiben azonnal hozzálátott ahhoz, hogy egy modern, átgondolt, bátor lelkipásztori életnek az alapjait lerakja. Miközben persze 47-től egyre inkább országosan is megpróbál a katolikus egyház érdekei mellett kiállni, és országosan segítséget toborozni, és összefogást építeni a növekvő veszéllyel szemben. Az ítélettel kapcsolatban kiemelt idézet nyilvánvalóan megragadott engem is. Annak a főpapnak a szenid lassú szavai, aki azt mondja, hogy da pacem domine in debus istis. Adj békét, Uram, ezekben a napokban. És én az egyházamnak a nevében is békét hirdetni jöttem ide. Megdöbbentő gesztus. Megdöbbentő gesztus. Mintha tudná, hogy azok az emberek, akik őt elítélik, aligha fognak nyugodtan aludni. Lehet, hogy volt, aki mégis. Egyébként. De azért a többség szerintem nem. A kiállítást azért is szépnek találom, mert nyilván rengeteg fajta eszközzel a gyerekek húzigálják a fiókokat, a felnőttek hallgassák meg a hangriportokat, és így tovább. És közben aztán mondjuk a világ sokféle helyére is elkalózolva az embert, tulajdonképpen egy időutazásra is hív. Hogy mennyire átalakul az a világ, amelyikben Mindszenty születik, és mennyire más az a világ, amelyikkel ő a 70-es években találkozik. És hogy volt az életében 15 év, amelyikről tulajdonképpen nagyon kevés látványosat tudunk mondani. Ma már egyre inkább el lehet olvasni az ő prédikációit például. Tegnap még ezt böngésztem, tegnap előtt próbáltam belenézegetni. Nemrég jelent meg a 62 és 65 között mondott prédikációinak a gyűjteménye, ami a II. Vatikáni zsinat idején elmondott vasárnapi beszédeinek a gyűjteménye. Ugye bent van az Amerikai Követségen, sok hírek elérkeznek hozzá ilyen vagy olyan formában és ilyen vagy olyan mennyiségben, és ő a saját tudása az evangéliumhoz való kapcsolódása révén megpróbál ehhez a világegyházi folyamathoz is társulni és csatlakozni. Az ítéleteivel nem biztos, hogy mindig tudunk azonosulni, amelyeket akkor alkot.
De ez az élethelyzet is hozzátartozik az ő egyéniségéhez, ez a bezártság. Ez a magára maradottság, amelyeket aztán a szabadulása vagy külföldre távozása után igazából egy megdöbbentő intenzitás és egy állandó lelkipásztori igyekezet vált fel újra, és immár végleg. Sok mindenről beszéltem, és még néhány dologról. De ezt a három tapasztalatot szerettem volna önöknek egy kicsit előhozni, a felsőpetényi sarat, a Conti utcai ridegbörtön tapasztalatot, és a Vincentineumnak a szép és sokoldalú kiállítását. Nekem olyan volt ez a három találkozás januárba, februárba és márciusba, mint hogyha valakinek a nyomába akartam volna lépni. Mint hogyha valakit úgy akartam volna megérteni, hogy gyerekmódra odaállok mögéje, és utánozom a lépéseit. Emlékszem egyszer, hárman voltunk Leventék, én a Balázs használom inkább, de azért a Levent az első nevem, hárman voltunk Leventék a gimnáziumban, az egyikünk erdélyi volt, méghozzá csíkszeredai, és elmentünk hozzá látogatóba nyáron. 15 kilométert gyalogoltunk az egyik nap úgy, hogy nagyon kellett sietnünk, mert nem volt kenyerünk, és még nyitva akartuk találni a szomszéd faluba a boltot. És nagyon kellett sietnünk, és a hosszú falunkba úgy mentünk, hogy beálltunk a hárman egymás mögé, de ilyen, hogy mondjam, 10 centis távolságra, és úgy követtük egymást. El tudják képzelni, hogy egy erdélyi faluba mekkora látványt kelt ilyen három fiatalember, akik így szoros emberfogással követik egymást. Egy másik ilyen élményem is van, hadd mondjam el ezt is önöknek. Egy fejlődés lélektani szemináriumon jártam egyszer. Tehát egy olyan napon, ahol az emberek egész nap fejlődés lélektannal foglalkoztak, az emberi személy alakulásának pszichológiailag megfigyelhető és leírható törvényszerűségeivel, méghozzá dramatikus módon. Tehát nem csak elméleteket hallgattunk meg arról, hogy hogyan befolyásolja a kisbabát, vagy a magzatot az édesanyával való kapcsolata, hanem ezt el is játszottuk. És az egyik ilyen játék az volt, még azt hiszem elég az elején, az emberi fejlődésnek még viszonylag az első időszakában, hogy arra kért bennünket a csoportvezető, hogy álljunk körbe, 12-3-an lehetünk, és nem kell semmit sem tennünk, mint az, hogy lassan induljunk el, és mindenki igyekezzen ráhangolódni az előtte járóra. Tehát egy körbe megyünk, ez alkalommal nem egy fogház udvarán, és az a feladat csupán, hogy megpróbálom a másikat mozgásában is követve, a lehető legteljesebben vele azonosulva megérteni. Közöttünk emberek között nagyon mély szálak lehetségesek. Amikor a kereszténység igazságokat és hittételeket fogalmaz meg, valójában feltételezi, szükségesnek tartja, hogy ezek az igazságok és hittételek a kapcsolódás módjába is megmutatkozzanak. Dogmatikai igazságot számon lehet kérni úgy, hogy ha az ember, nem tudom, elhagy egy mondatot a hitvallásból, akkor behívják Rómába, hogy ezt már ne csináld. De valójában a dogmatikai igazságok mindegyikéhez tartozik egy emberi alapállás is. Mi emberek nagyon is mélyen nyitottak vagyunk arra, hogy a kapcsolataink valódi, sőt, inkább vágyakozunk arra, hogy a kapcsolataink valódi kapcsolódások legyenek. Hogy ne csak egymás mellett éljünk, hanem ajándékozzuk az életet egymásnak, és kapcsolatban legyünk egymással. Amikor Vincenti Viboros úrral kapcsolatban igaz állításokat teszünk, akkor igazából
nem csak az a kérdés, hogy az egész országra, vagy az egész kereszténységre, vagy az egész magyarságra vonatkozóan milyen állításokat érdemes vagy lehet tenni, hanem az is kérdés, hogy ezek milyen konkrét emberi kapcsolatokba vezetnek el bennünket. Mennyire lesz más az életünk, hogyha ezt vagy azt így vagy úgy gondoljuk. Amikor ezt a három találkozásomat Vincenti Viboros úr három élethelyzetével egy ilyen három lépéshez hasonlítom, akkor tulajdonképpen arra szeretnék utalni, hogy én arra tettem belülről kísérletet, nekem ez a hozzávaló bejáratom, hogy egy kicsit elképzeltem, hogy hogyan járt ő. És elképzeltem, ahogyan mondjuk Csehi Mindszentről 10 éves korában bejárt Szombathelyre gimnáziumba. Ugyanis én is bejárós voltam, már úgy bejárós, hogy kollégiumban laktam, gondolom ő is kollégiumban lakott, ezt nem tudom biztosan. Ugye csak én Esztergomba. Abszolút nem volt könnyű egyébként. És nem tudom neki, milyen lehetett Csehi Mindszentről a Szombathelyi Grandprix-ekhez járni. Elképzeltem a lépteit felnőttem. Ahogyan Zalaegerszegen járt kelt. Úgy képzelem, itt volt a legpeckesebb. De ez most csak a képzeletem. Bocsássák meg nekem. Meg amit így hallottam az egerszegi évéről, abban azért ez belefér. Aztán elképzelem, ahogyan ráadják a püspöki, majd érseki, meg bíborosi ruhákat. És magam elé képzelem, ahogyan 80 esztendősen járja a világot. Megpróbálták már, hogy elkezdjenek beleérezni magukat egy 80 éves ember lépteibe? A telefonomon most van egy olyan funkció, hogy méri, hogy a lépéseim hány százalékában van egyszerre a földön mind a két lábam. Mert azt mondják, hogy ahogy idősödünk, egyre inkább mind a két lábunkat szeretjük egyszer a földön tartani. Mert ez biztonságot ad nekünk. Így nem szédülünk annyira. Lehet, hogy ez furcsa, de nekem igenis hozzátartozik Vincenti Viboros úrhoz az a tény, hogy ő megöregedett. Megöregedett. És hogy korábban is vannak olyan fényképek, amelyeken derűs figyelemmel néz a világba, de azt az időskori világra szóló zarándoklatot nem tudom másként elképzelni, mint ezzel a fajta türelemes járással és egyre lassuló tempóval. És mégis elmegy Ausztráliába. És mégis elmegy Vancouverbe, a Csendes-óceán partjára. És nekem még mutattak Vancouverbe fényképet, meghatottan, hogy ezt még az ő férje készítette, amikor a Viboros úr ott járt. Mert ő tudta, hogy ez az ő lassú, óvatos, öreges járása ennyit jelent a világnak. Ő tudta. És ezért megtette azokat a lépéseket. Most már igazán mindjárt befejezem. Azt szeretném még mondani, hogy két dolgot szeretnék mondani, erre egyébként a Vincenti Alapítványnak a titkára is biztatott, illetve kért. Vincenti Viboros úrnak a hősies erény gyakorlását, az életének ilyen értelemben a tiszteletre méltó, abszolút tiszteletre méltó mi voltát, a Ferenc pápa elismerte. Most abban az időszakban vagyunk, amikor a boldogavatást az teszeti lehetségessé, hogyha ima meghallgatás igazolható. Különös dolog csodáért imádkozni. Talán az előzőekből
az következik, hogy azt mondjam, ahogyan én erőfeszítéseket teszek, hogy így együtt lépjek Mindszenty Bíboros úrral, tulajdonképpen azt remélem, hogy ha Istenhez érkezett, a mi együttérző Istenünkhöz, akkor ő is velünk lépte el, és tudja, mire van szükségünk. És együtt érez velünk ilyen-olyan bajunkba. Nekem a szentek közbenjárása leginkább azt jelenti, tudjuk, van ez a katolikus hittétel, a hiszem a szentek közösségét, vagy régebben úgy mondtuk egyességét, az egységét. A szentek közössége igazából azt is jelenti, hogy ha egyszer a Földön olyannak láttam őt, mint aki bátran föllépett az igazságért, mint aki odaállt és igyekezett sokat tenni, szervezni, életet menteni a szenvedők közepette, akkor most is ugyanilyen. Ha egyszer ilyen volt a Földön, hát miért lenne más a mennybe? Tehát tulajdonképpen én azt kérem, hogy ami ezen a Földön valahogy így felragyogott benne, az mutatkozzon meg a maga teljességében újra. Most is kapcsolatban vagyunk. Az ima meghallgatásért imádkozni azt is jelenti, hogy rábízom Istenre a dolgot. És hogyha ebben a világban olyan sok ellentétes vélemény van, hát ő az, aki végül is mindannyiunk igazságát ismeri és szereti Isten. És ezért azt kérni, hogy hát, hogyha ő úgy akarja, akkor dicsőítse meg az ő szolgáját, akkor adjon valami olyan jelet, amivel ezt az ő személyes akaratát Isten maga kinyilvánítja, akkor ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog. És lehetnek helyzetek, amikor valaki különösen is valamiért Mindszenty József hercegprímás bíboros úr személyiségét olyan módon közel érzi magához, hogy ebbe a betegségbe, ebbe a nehéz helyzetbe valahogy éppen az ő segítségét szeretnék kérni. Ez most így a házi feladat. A másik, amit mondani szeretnék, hogy évfordulók özönében élünk. Idén a Veszprémi Főegyház mélye tartja a Mindszenty 80-at, 80 évvel ezelőtt nevezték ki őt Veszprém püspökké. Jövőre 80 éve lesz, hogy ő esztergomi érsek lett, illetve 50 esztendeje lesz az ő halálának. Erre az évforduló, erre az utóbbi évfordulóra újra kiadják az emlékiratait. Azt is mondta nekem a Mindszenty Alapítvány titkára, Kovács Gergely, hogy érdemes lesz ezt az emlékiratok új kiadást beszerezni, amennyiben ez tényleg azt a szöveget tartalmazza, amelyik az első kiadásban, úgy emlékszem, talán Kanadában, talán Torontóban meg volt. Mert utána, imittam, ott mindig voltak apró változtatások, és ez a bizonyos emlékiratok gyűjtemény ilyen módon tényleg egy hiteles szöveg lesz Mindszenty Bíboros úrral kapcsolatban. A mai délután nekem nagy örvendezés volt, hogy így a Balaton déli partján végig autózhattunk, hogy Budapestről Zalaegerszegre eljöjjünk. Nagyon gondolom, hogy az önök számára, nem tudom hányan jöttek csak gyalog, hányan voltak, hányan használnak valamilyen egyéb eszközt, autót, vagy bármi más eszközt itt a környéken, de nagyon szépen köszönöm, hogy így összejöhettünk. Én tulajdonképpen az a reményem, hogy amikor egy lépést teszünk mások felé, és különösen, hogyha egy lépést teszünk egy szent életű ember felé, aki maga is alakult, és a lépései változtak az élete folyamán, és közben az az igazság, amit alapvetően hirdetett és el akart mondani, az nem változott. Az valamilyen módon a szívének, a lényének a középpontjából egyre egyértelműbben sugárzott. Tehát, hogy ha egy ilyen valaki körül így összegyűltünk, az biztosan segít, hogy újra kezdjünk. A saját életünk aktuális zarándoklatait, a saját életünk aktuális új lépéseit, azokat elkezdjük, vagy éppen megtegyük. Kimerítettem önöket,
de az időt biztosan. Ha valakinek van kérdése, nem tudom, hogy gondolják-e, hogy most még legyen alkalom erre. Ha nem, akkor hát illik itt egy rövid imát mondani? Akkor illik. Akkor mondjunk egy rövid imát. Úrunk Jézus Krisztus, Te azt mondtad, én vagyok a jó pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem. A jó pásztor életét adja juhaiért. Te odaadtad életedet értünk, és minden emberért. Áldunk Téged, amiért megőrizted keresztény hitünket, keresztény egyházunkat. Áldunk Téged, amiért nehéz időkben jó pásztorként, mint Szenti József szolgádat rendelted, ennek az egyháznak és ennek a népnek erősítésére Magyarországon. Fogadd el kéréseinket, amelyeket az ő közbenjárását remélve is hozzád hozzunk. Engedd, hogy megértsük, mire tanít az ő példája. Engedd, hogy felbátorodjunk a jóra, szépre, igazra. Semmit vissza ne fogjunk, ami a te nagyobb dicsőségedet, az emberek szeretetét, az evangélium terjedését segíthetné. És ha úgy akarod, add meg, hogy őt boldogként tiszteljük, és meglássuk benne fiad szeretetét, imár végleg. Aki él és uralkodik mindörökké. Amen. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, könyörök érettünk. Szent Mária Magdolna, könyörök érettünk. Minden magyar szentek és vértanúk, könyörök érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Köszönöm szépen. Köszönöm.